Nem gondolta volna akkor, hogy munkatagváltás katona lesz. Sárközi Gerő 1957-től 59-ig pontosan 2 évig volt munkaszolgálatos. Ma is emlékszik az embertelen körülményekre. Szabály szerint belénk költözött a tető. 2 hónapig nem lát, azon kívül, hogy megmostjuk a talacunk, nem tudtunk, hova menjünk, hogy letussoljunk, vagy lemosakodjunk. 1950 és 1960 között Romániában 3886 munkatelepet hoztak létre, hogy 1961-ig felépítsék az ország nehéziparát és megnöveljék a bányák termelését. Legrosszabb hely mindközül a Duna csatorna volt, ahol 40 ezer ember dolgozott, és ezrek haltak meg, hogy felépüljön a vízi erőmű. 20 éves fiúkat vittek el robotra, mert magyarok voltak, iparosok, polgári származásúak, vagy éppen kuláknak minősítették őket. Bihar megyéből több mint 6300 embert vittek munkaszolgálatra. Volt, ahol nehéz munka volt ott is, volt homokrostálás, aztán volt ilyen áraktakarítás, vagy ilyen mély gödörásás, mély árakásás volt, ami 4 méter mély volt. Nem, aki nem csinálta meg a normát, annak dolgozni kellett tovább. Bihar megyében 2001-ben 3400 taggal hozták létre a volt munkaszolgálatosok Parciumi Egyesületét. A kényszermunka tényét elismertették, a kárpótlás viszont szégyenletesen kevés. Mindig úgy intéződik el, hogy nincs pénz, és hogy nincs miből kifizetni, annak ellenére, hogy a közösségünk nagy részét érinti ez a gond, és különösen az idős embereket, akik megjárták ezt a kálváriát. Segítséget a helyi önkormányzatok adnak a volt munkaszolgálatosoknak, mentesek például az ingatlanadó alól. A havi 60-70 lejes nyugdíjkiegészítés viszont csak a mindennapi kenyérre elég.